Canon a professzionális tükörreflexes gépe mellett három új objektívet is bejelentett, ezek közül kettő stabilizátoros, egy pedig stabilizátor nélküli. Ez utóbbi tartom most a kezemben, amely egy APS-C szenzorra dolgozó, tehát EF-es bajonettes 24 mm-es gyújtótávolságú F2.8 fényerejű, igen aprócska kis objektív. Léptető motor tartalmaz, tehát videófelvételezésnél is nagyon gyors fókuszálásunk lesz majd, Dual Pixel AF rendszernek köszönhetően. A másik objektívünk, amely szintén mostanában jelent meg, vagyis hát ugye tegnap jelent meg, az full frame rendszerre dolgozik, egy 24-105 mm-es standard zoom objektív, nyilvánvalóan az F4L IS-nek a kedvező bárú változata lesz ez, viszont ebben már léptető motor található, tehát ez is gyakorlatilag a videófelvétel készítésnél gyors élességgyártást kínál. És végül pedig a harmadik, legnagyobb, de mégis a kategóriájában kisméretű 400 mm-es DO optika, F4 fényerővel, professzionális kidolgozással. Az előző változathoz képest az új optika abban tér el, hogy a belső lencsetagok között már nincsenek légrések, tehát ez még precízebb optikai kialakítást és még jobb színhiba csökkentést tesz lehetővé. Hát reméljük, hogy ezekkel az objektívekkel majd testközelben, élőben is találkozhatunk, nem mint hogyha most holtak lennénk, de úgy értem, hogy majd fényképezőgépen is kipróbálhatunk majd néhány ilyen darabot.